Foglalkoztatási együttműködések Moson-Magyaróvár térségében több mint 300 főt vontak be a projektbe. Szeptember 30-a a Magyar Népmese napja, 7 mérföldes kaland címmel tartottak mesevetélkedőt a város ötödikeseinek. Férfi egészségnapot tartottak a Flash központban, tanácsadáson és szűréseken is részt lehetett venni. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Moson-Magyaróvár város önkormányzata konzorcium vezetőként foglalkoztatási együttműködések Moson-Magyaróvár térségében címmel indított programot 2017. januárjában az Európai Unió támogatásával. A projekt a végéhez közeledik, így ünnepélyes zárórendezvényt szerveztek, ahol többször is elhangzott, a programot sikeresen teljesítették, az előzetes irányszámokat jóval meghaladták, így több mint 300 főt vontak be a projektbe. A Flash központban tartották a foglalkoztatási együttműködések Moson-Magyaróvár térségében című projekt záró rendezvényét szerda délelőtt, ugyanis Moson-Magyaróvár város önkormányzata a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatallal, a Moson-Magyaróvári polgármesteri hivatallal, valamint a Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumot hozott létre. A paktum megalakításának célja volt többi között, hogy hozzájáruljanak a térség foglalkoztatottsági szintjének növeléséhez. Árva István az eseményen elmondta, bár az ország több pontján rossz tapasztalatok voltak a pályázattal kapcsolatban, Moson-Magyaróváron és térségében sikeresen teljesítették a projektet. Nem kicsi összegekről beszélünk, megyeszerte és ott a megyeijogú városok külön entitást képeztek. Megyeszerte, mint egy 1,5 milliárd, a két megyeijogúval 4,5 milliárdos projektként indult ez az egész paktunk. Tehát azt mondhatom, hogy szinte a legnagyobb forrásösszegű támogatás az, amit eredetileg ez a kampány vagy ez a program megnyert. Árva István hozzátette, 200 fő elérése volt az elsődleges cél, ezt azonban sikerült túlteljesíteni, több mint 300-an kaptak ugyanis segítséget. Az eseményen részt vett Nagy István is, aki beszédében kiemelte, minden ember számít. Akkor, amikor egy térség gazdasági ereje az nagyon erős, nagyon sok gazdasági szakember dolgozik a térségben, akkor el kell mondjam az én belső örömömet, amikor látom ezt a közösséget itt, hogy emellé az erős gazdasági közösség mellé kifejezetten fölépült egy olyan érzékenységgel bíró szociális és munkaügyi ágazat, és ebben résztvevő emberek közössége, ami ezt a sikert is hordozta magában. A miniszter hozzátette, Moson-Magyaróváron vannak a megye legjobb munkaerőipari mutatói, a cégek pedig kiemelkedően jó helyzetben vannak. A pályázat összköltsége 350 millió forint volt, amiből hátrányos helyzetben lévők, köztük Gyedről, Gyesről visszatérő édesanyák, 50 év felettiek, megváltozott munkaképességűek, vagy éppen pályakezdők vehettek részt a programban, és helyezkedhettek el a munkaerőpiacon. Konzorciumi partner volt a megyei kormányhivatal is, Horváth Lajos kabinetvezető pedig elmondta, olyan embereknek segítettek a projektben, akik önállóan, a megfelelő támogatás nélkül a munkaerőpiacon nem tudnak érvényesülni. És ezek a programok arról szólnak, hogy mi megkeressük a munkáltatókat, megkeressük azokat, akik tudják őket foglalkoztatni különböző támogatások formájában. Sokszor elhangzik, hogy amikor 1% körüli a megye munkanélküliségi rátája, akkor valójában munkaerő hiány van. És akkor, amikor ezt a programot végrehajtjuk, azon kívül, hogy egyébként segítséget nyújtunk azoknak, akik részt vesznek, azon kívül a gazdaságot is segítjük, hiszen... Az záró rendezvényen a paktum munkatársai előadásokat tartottak, és beszámoltak az elmúlt csaknem 3 év eredményeiről. A topos programban a térség 16 települése vett részt, valamint önkormányzati és helyi cégek is kapcsolódtak hozzá. A térségben folyamatos problémát okoz, hogy kevés a munkavállaló, a hátrányos helyzetben lévők mégis nehezen találnak munkát. 2017 tavasz a paktum indulásával összesen 319 főt tudtak bevonni, ebből 143 volt az álláshoz jutók száma, 114-en pedig a támogatás utáni 6. hónapban is állással rendelkeztek. A Foglalkoztatási Együttműködések Moson-Magyaróvár térségében című projekt hivatalosan 2019. december 31-ig tart majd. A mesehét zárásaként szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján diákoknak rendeztek vetélkedőt a Csellei házban. 4 iskolából 10 csapat nevezett,
A gyerekeknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk, rajzot készíteni és mesét írni, melyeket egy szakmai zsűri bírált el. Készülnek a fantáziadús alkotások. Egy félkész rajzból kellett mesét varázsolni a papírra a gyerekeknek. Megvolt egy alap, amit ki kell egészíteni, és hát igazából nem annyira nehéz, de azért gondolkozni kell, hogy mit szeretnék úgy kiegészíteni benne. A rajzhoz pedig egy történetet is ki kellett találniuk. Ez volt az egyik feladat a Magyar Népmese napján megrendezett mesevetélkedőn, mely idén a hétmérföldes kaland nevet kapta. 10 csapat vehetett részt a jelentkezők közül, előzetesen pályázatot kellett készíteni. Be kellett mutatkozni Benedek Elekként, hogyha ma a gyerekek közé menne, akkor mit mondan el magáról. És kellett írni egy mesét, amihez valamiféle illusztrációt kellett készíteni, és ez volt a másik feladat. Ez volt az, amellyel jelentkeztek a vetélkedőre. A pályázatok alapján pedig kiválasztották a legjobb 10 csapatot, akik a Magyar Népmese napján is összemérhették tudásukat. 4 iskolából közel 45-es vehetett részt a vetélkedőn. A diákok lelkesen oldották meg a kreatívabbnál kreatívabb feladatokat. Mindenki jól érezte magát. Írtunk egy mesét, és most kell csinálnunk egy rajzot, és be kell fejezni, és arról kell írni 15-20 mondatos mesét, aztán meg kell még oldani a feladatokat írókkal kapcsolatban. És ki annyira kreatív, hogy a mesét kitalálja, vagy közösen? Hát, közösen. Mennyire nehéz? Nem nehéz, könnyen kitaláljuk. A feladatlapokat végül egy szakmai zsűri díjazta, majd értékelték a csapatok munkáját. Idén azonban egy különleges kiránduláson is részt vehetnek a gyerekek. November 8-án Budapestre utaznak, ahol megnézhetik a Mesemúzeumot. 12. alkalommal szervezte meg a Férfi Egészségnapot a Moson-Magyaróvári Egészségfejlesztő Iroda és a Moson Megyei Nők Egyesülete, melynek a Flash Központ adott helyet. Egyebek mellett volt urológiai tanácsadás, prostatarák, szűrés, hallásvizsgálat és lelki tanácsadáson is részt vehettek az érdeklődők. Apró tűszúrás az újbegyen, vércukorszintet mérnek a Flash Központ aulájában. 12. alkalommal szervezték meg a Férfi Egészségnapot, melyre ezúttal is óriási volt az érdeklődés. A legfontosabb szűrés ebben az urológiai tanácsadás és a prostatarák szűrés. Azt gondoltuk 12 évvel ezelőtt, hogy a férfiak nem nagyon szeretnek szűrésekre járni, nem nagyon szeretnek az egészségükkel foglalkozni, és egy kicsit a prevencióba belemenjünk. Így gondoltuk, hogy ez legyen az alap. Számos orvos és tanácsadó is érkezett az egészségnapra. Dr. Pécsi Dávid gasztroenterológus például a vastagbélrák szűrésére hívta fel a figyelmet, ugyanis Magyarországon ez a második leggyakoribb daganatos halálok, és a férfiaknál gyakrabban előfordul, mint a nőknél. Ennek a szűrése hazánkban is kétlépcsős szűrésként indult el, ami azt jelenti, hogy behívásos alapon az 50 és 70 év közötti korosztály férfiak és nők egy székletvér vizsgálata történik, ez 2 minta leadását jelenti, és ezek valamelyikének pozitivitása esetén, tehát hogyha vért találnak a labor körülmények között a székletben, akkor szükséges a vastagbél tükrözés elvégzése. Sorba kellett állniuk, annyian vártak a látásvizsgálatra, de volt urológiai tanácsadás, prostatarák szűrés, de még a horkolásról is lehetett kérdezni a szakembereket. A Moson Megyei Nők Egyesületén kívül a helyi egészségfejlesztési iroda is részt vett a szervezésben. A férfi napot, az egészségnapot 2014 óta szervezzük közösen a Moson Megyei Nőkkel együttesen. Ugye az egészségfejlesztési iroda konkrétan a munkatársaival most csontsűrűségmérést végez, ezen kívül a lelki egészségfejlesztési iroda munkatársai vannak itt, akik tanácsadást nyújtanak. Ezen kívül reumatológiai tanácsadáson, talpvizsgálaton is részt vehettek az érdeklődők, de gyógymasszásra is be lehetett jelentkezni. Összejövetelt tartott a Moson-Magyaróvári Szívegyesület a Flash Központban szerda délután. Az egyesület 26 évvel ezelőtt alakult, tagjai olyan emberek, akik valamilyen szív problémával élnek. A délutáni programra dr. Árvai István polgármestert is meghívták, hogy bemutassák neki az egyesület mindennapjait és jövőbeli terveit. Ezután egy kötetlen beszélgetés következett. Kocsis Julianna, a helyi szívegyesület elnöke elmondta, szeretnék, ha új tagokkal bővülne a szervezet.
Rendszeres orvosi előadásaink vannak, séták, úgynevezett szíves séták, mert nagy hangsúlyt helyezünk a rendszeres napi mozgásra, sportolásra. Az ország különböző részein veszünk részt sportnapokon, ezek országos megmozdulások, és hát egy nagyon jó kis közösség, összetartó közösség. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton délutántól megnövekszik a csapadékhajlam, térségünkben sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Élénk lesz a légmozgás, ami meg is erősödhet. Napközben 15 fokot mérhetünk. Vasárnap marad a hidegfront, azonban csökken a csapadékhajlam. Marad az erős légmozgás is, 13 fokot mérhetünk majd napközben. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Zsódi Viktor, a Piarista iskola igazgatója, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Gázfröccs című magazin műsor következik. Hétvégén a Nyugdíjas Egyetem előadását vetítjük. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!